Indul a sziréna. Mekkora tránt a kezemen? 21-10-es Nokiák, fa előlapos, hipermenő. Taxióra. Ikarus műszerfal. Forgótükrös villogó. Hát még amikor bekapcsolták. A mai epizódban olyan autós tartozékokról, kiegészítőkről lesz szó, amik egy felnőtt gyereknek a játékszeti. A legújabbat átvenni, meg elhoztalak téged is. Amely cuccok közül egyébként a legtöbbet, vagy legalábbis sokat tőletek kaptam ajándékba, amit ezúton is nagyon köszönök. Ez például Krisztiántól jött, Szegedről. Ezt Szebeni Pétertől kaptam, a rendőrautós videót, amikor csináltam. Eredeti 70-es, 80-as években használt zsiguli rendőrautónak a fényhíttartó vasa. Krisztián, nagyon szépen köszönöm. Annyira rendesek vagytok komolyan velem, nem is tudom, hogy mivel érdemeltem ki. Még a szállítást sem engedte kifizetni. Érdekelne mi ez, mi? Tudnád már? Annyit mondok csak így előjáróban, hogy Ikarus. Krisztián a Szegedi Volánnál dolgozik, és selejteztek, vagy találta, vagy szembe jött vele, Volánnál rendszeresített Ikarus buszokon használt járatjelző, amire Krisztián kiírta valami csávónak a nevét. Baromi jó cucc, nagyon szépen köszönöm! Pozitív, negatív kábel. Ez igen! De jól néz ki, köszönöm szépen! Van olyan ember, aki felnőtt fejjel legózik, kocsmázik, cigizik, én meg ilyen autós és nem autós kiegészítőkre, meg kütyükre költöm a pisztolyorú mátyásokat, amely cuccok néha autóalkatrészek, néha meg csak simán olyan dolgok, tárgyak, amik visszavisznek a múltba. És Krisztián azért gondolt rám ezzel a cuccal kapcsolatban, mert én számos alkalommal elmondtam már, hogy hatalmas Ikarus rajongó voltam, vagyok, imádtam őket, ebből kifolyólag ne kérdezd az értelmét, de van egy Ikarus műszerfalam, amit azon nemes okból szereztem be, mert ennél közelebb soha nem fogok kerülni egy 200-as sorozatú Ikarus tulajdonlásához. Egyrészt nem tudnám hova rakni, másrészt esélyem nincs rá, hogy ilyet vegyek. Nézd meg, ez még a régi ilyen fa mintás tapétával bevont műszerfal, kombinált műszerrel, kilométer órával, nyomásmérőkkel. Viszont ez nem a helyi áratnak a műszerfala, de ahogy látod, én már elkezdtem lebontani. Ez valamikor szerintem egy kéziváltósé volt. A helyi áratok azok automaták voltak, legalábbis az én gyerekkoromban. Itt volt egy BR12AN nevezetű, a Prága váltónak az automata kapcsoló sora, amit manapság lehetetlen megszerezni, tehát Prága váltóhoz kapcsoló sort nem tud szerezni, viszont 3D nyomtatással elő tudod állítatni. Még nyers, de lehet nyomkodni a gombokat. Szépen le fogom festeni fehérre, és itt lesz majd benne a közepén. A gombokat is ide egymás fölé akarom áthelyezni. Az eredeti ötlet az volt, hogy ide valahova a sarokba csinálok majd egy ilyen installációt belőle, ahogy a menők mondják. Egyelőre mindig rakosgatom jobbra-balra, de valamikor egyszer fogok neki találni egy jó helyet, és büszke dísze lesz ennek a helyiségnek itt. De ezt most nem tudom kihagyni, muszáj. Figyelj, ki emlékszik rá, amikor a 200-as sorozatú Ikarus megállt a buszmegállóban, a sofőr kinyitotta az ajtót, ugye véghúzta a kezét a gombokon, és utána a csengő hangja... Ne mondd, hogy nem idéz emlékeket! Nem lehet az elmúlási. Aztán itt vannak a telefonok, az én nagy kedvenceim. A mobil telefonozás hőskorából az első telefonok, mint például ez az óriási Motorola Associate 2000 néven futott. Ezt ilyen 92-93 környékén tudtad megvenni a Vestelnél, és 0660 volt a hívószáma. Partner kedvezmények. Vestel 0660. Ez volt az a telefon, amit ilyen 15 ezer forintos átlagfizetés mellett 200 meg 160 ezer forintokért mértek, és 200 forintos percdíjjal tudtál használni. De van itt még számtalan finomság. Ericsson GH388, ez ilyen pittyegős volt, ilyen nagyon jellegzetes csipegó hangja volt. A hipergiga menő. Minden vágyálmam az volt, hogy ilyenem lehessen, de természetesen nem tudtam, csak
ilyet venni, ez a 1611-es. 1999-ben vettem az első mobiltelefonomat, Csonka pici reklámozta, Servus díjcsomaggal le tudtad megvenni, természetesen részletre. Ilyenre vágytam, de ez még akkor is 100 ezer forint volt, ezt meg lehetett venni, azt hiszem 29,9-ért, és ilyen 3000-et fizettél be, de ez volt a csúcs. A 21-10, de szerettem, és nézd, most, 30 évvel később, köszönöm szépen, bőven van belőle. Egyébként mindegyik, nem mindegyik, ez, meg ez működik, annyi, hogy nincs hozzá töltőm, mert eltörött a kábele, és nem tudom megcsinálni, de éppen ma találtam egy Facebook hirdetést, amikor tudtam venni egy ilyen 21-10-est, amihez van töltő, igazából a töltő miatt vettem meg, de tudod, most 5000 forintot simán megér, hogy működjön az összes többi is. Aztán itt van még a 61-10-es, amit a menő színe miatt szerettek nagyon sokan, mert ilyen kékes, zöldes, hát ez már későbbi, ez ilyen 2001-2002, amire mindenki azt hitte, hogy Neo telefon. Ez nem az a telefon, amit a Matrixban lehetett látni Neo kezében, itt a hátulját megnyomtad és lecsattant az eleje. Ez a 71-10-es, ami a Matrixban volt, az azt hiszem 80-81-10 lehetett? Ez volt az első ilyen görgető gombos telefon. Az elején már mutattam maguknak a rendőrségi fényhíd, ez igazából egy tetőcsomagtartóból lett kialakítva, és annak idején a korabeli rendőrautóknak, többségében zsigulik és ladák voltak, a tetején találtad meg, ez így néz ki, látod egy fém, baromi sokat dolgoztam már rajta, mert ez fekete volt, és ilyen műanyag bevonatszerű valami volt rajta, azt én most eltüntettem, és szép fényes lett, ez le lesz alapozva, és itt látszik, nézd, tehát ez a fekete volt rajta, szóval szépen le lesz alapozva, meg lesz csinálva, itt rögzítetted fel az autóra, olyan erős fém szaga van, mint a vastelepe lenni. Hogy ennek miért van jelentősége, azt majd a videó végén mondom. Igen, a cuccok között sok olyan dolog van, amit régen használtak. De nem lehetne azt mondani, hogy csak a szocializmusban, mert például sem a forgótükrös villogót, erről lesz majd még szó, sem pedig a forgó rotátoros szirénát, ami most következik, nem csak a keleti blokkban, nem csak a szocialista országokban használták. Amerikában például ezt a szirénát a mai napig tűzoltóautóknak az elején megtalálod. A működési elve teljesen más, mint a mai modern digitális szirénáknak. Ez még óvóhely sziréna is volt, kézzel tekerték az emberek, és ez lett aztán modernizálva. Úgy működik, hogy a 12 volt segítségével megpörgetjük a forgórészt, és magán a szirénán, a házon, meg a forgórészen is különböző rések vannak, és ahogy a levegő áramlik át rajtuk, ezek a rések a levegő áramlását akadályozzák meg, és ezáltal jönnek ki különböző hangok, így állítja elő a sziréna hangot. Ezeket a cuccokat nálunk a 70-es, 80-as évek közepéig használták nagyjából. A kezdeti, de nagyon korai rendőrzsigulikon láthattál ilyet, és a Níza mentőkön szinte egész végig ilyenek voltak. Ez egy ekkora, mint egy tölcsér, úgy nézett ki, általában kékre, ilyen zilkék vagy strandkorlátkékre volt festve, és a közepén maga a forgó rész, ami kilátszott egy ilyen kis sáv, az volt fehér, pirosra festett résekkel. Ilyet manapság már nem tudsz venni. Illetve néha-néha feltűnik egy, nagy ritkán, de csillagászati összeget kérnek érte. Itt van egy hirdetés, ami lehet, hogy még mindig aktív, 150 ezer forint. Látszik rajta, hogy ütött, kopott, össze-vissza sérült, ezeket nem nagyon tudott kikalapálni. 150 ezer az nagyon sok pénz! Viszont mivel a Níza mentőkről, és ne kérdezz, hogy mi a terve a Níza mentővel, mert ezt még én sem tudom. Szóval a Níza mentőkről csak ilyeneket hallottam és láttam, és megmondom, baromira tetszik nekem a hangja, ahogy szépen indul, aztán visszalassul. Muszáj volt egy ilyet is beszereznem. De természetesen a 150 ezer forintos 45-50 éves cucc szóba sem jöhet. Akármilyen szépre van lefestve, az akkor is egy 1000 éves dolog. Viszont az Amerikai Egyesült Államokban csinálják ezt újban! Így pedig... Jaj, de ne ejtsem. Gondolom azért lehet ott ezt kapni, mert a tűzoltóautók a mai napig ilyen szirénákkal az elejükön közlekednek. Nézd meg, ez tiszta új. Súlya az nem kicsi. Nagyon hasonlít egyébként a magyarra, hát az a kivétel, hogy ez full krómos. Ütött kopottnak az árán 5 darab ilyen origi zsirúj becsomagoltat tudsz venni. Így néz ki. Itt vannak a rések, itt megy be a levegő,
és ezeken a réseken, meg ami belül van forgó rész, ugye különböző, itt látod is, mert itt félig van, tehát félig takarja csak a rést, tehát ahogy forog, kiad egy hangot. Szeretnéd, ha megpróbálnám? Egy mínusz, egy plusz. És ahogy érinted, úgy adja a hangot. Tehát ahogy éppen kapja a pozitívot, úgy adja a hangot. Mondjuk ezt nem tudom, hogy hogy vezérlik az autókon. Figyelem, halláskárosodásra felkészülni, indul a sziréna. Mekkora hát ránt a kezemen? Mi minden megütötték volna a csuklómat? Nem is mondok semmit. Üvegbiszkivel jók vagyunk a Gellért egyik mester. Arom utca 8, a víztározó felett. Taxi őrült vagyok. Ha nézed a csatornát, akkor ezt tudod. Nem voltam Rest és Bence segítségével 3D nyomtatással előállítottuk és reprodukáltuk a 70-es, 80-as években használt főtaxi zsiguliknak az emblémáját és ezt a pántot, ezt Obis burkolatváltóból. Az autó megkapta az oldalára a korhű Pepita matricákat, de ennél is tovább mentem, ugyanis nem álltam meg, sajnos, a 3D-ben legyártottnál, mert egy eredetit is tudtam szerezni. Minik Zsolt közvetítésével jutott el hozzám. Ez egy valódi taxi embléma, sokkal nehezebb egyébként, tényleg vasból van. Ez volt a főtaxinál, 70-es, 80-as évek, vasházas, elölfehér, hátulsárga. Annyi, hogy az izzókat kicseréltem, meg újra festettem a házat, de a gyári mágnes, gyári kábelek vannak rajta. Ne kérdezd meg, hogy minek kellett ez mellé, még egy ilyen is. Hát mert ez eredeti! Egyszerűen muszáj volt! Szeretem a zsigulit és imádom ezt a főtaxis marháskodást, de felnőtt korom hajnalán, annak idején a taxikba én, mint Mercedesekbe szerettem bele. Ezért vettem is egy igazit, ennél picit nagyobb méretben, amelynek eredeti német taxi lévén kötelező tartozéka a Deutschlandban rendszeresített sárga és hosszúkás szabadjelző, mely természetesen Németországból származik, eBay-es vásárlás, nem drága ilyen, 15 euró. És Hanzi bácsi a német taxis ide szokta így felszerelni. Mindig a hülyeség mi. De itt még nem állunk meg, ugyanis a taxinak nem csak a szabadjelző a kötelező tartozéka, hanem például egy URH antenna is. Jelenleg ilyennel operálok, de ha esetleg úgy hozza a kedvem, egy ilyen nagyobb fajtára is ki tudom cserélni. Mondanod sem kell. Tudom, hogy ha ismersz, akkor tőlem elvárod a maximalizmust, vagy nevezhetjük bolondságnak is. Mi nem stimmel? Mi nem stimmel? Hát a rendszám. Nem sárga. De nem tudsz megfogni, ugyanis a Marketplace meg a Facebook csoportok csodákra képesek. És nyugi, nem kell feljelentened egyedi azonosító meghamisításáért, mert a sárga rendszám közúton soha. Csak ilyen show vagy autóbemutató alkalmával, és csak álló helyzetben lesz rajta. És ígérem, hogy tovább már nem fokozom, csak még egy picit. A taxióra, amely taxióra nem eredeti, hanem a Németországban a 80-as években, 90-esek elején használatban lévő taxik Kinzle Argo nevezetű taxiórájának a koppintása, amelyet 3D-ből nyomtattunk. Bence, köszönöm a segítséget, ez megint neked köszönhető. Vannak funkciói is, úgy néz ki, mintha működne, és erre azért volt szükség. Mert nekem van Magyarországon a 90-es években használt taxiórám, de ez full gyári, látod, 28 madzag van rajta, kilométer órára kellene kötni. Én nem akartam vele vesződni, meg nem is tudom, hogy kéne bekötni, hogy működjön. Ez egy korrekt, ez egy ténylegesen használatban lévő. Nézd meg a típusát, Rase 93. Hát ha úgyis német taxi, arra gondoltam, legyen olyan, mint a németek. És figyelj, mit tud, áram alá helyezem. Ha? Írja, hogy szabad. Menügombok vannak rajta. Nézd, 400 forintról indul. És bizonyos időközönként elkezd számolni, tehát mintha haladnék, szépen fel fog ugorni, azt is be tudod, látod? Be tudod állítani, hogy mennyi legyen az alapkiinduló összeg, mekkoránként ugorjon, hány másodpercenként ugorjon, minden állítható rajta, komplett menürendszere van, pirosan világít, ahogy én szerettem volna. A méretei is a 124-es Mercedes lettek megszabva, ezeket én mértem ekkorára, hogy így nézzen ki. Nyilván a vastagsága, az elektronika, hogy elférjen, attól is függ, de ezt a méretet úgy vettem, hogy a középkonzolt a fabetétnél a szellőzőkbe még ne lógjon bele. Persze ez még nem a végleges állapot, látszik rajta még a 3D-s gépnek a csíkozása, le lesz csiszolva, meg fogom festeni matt feketére, az előlapjára teszek egy plexit, hogy itt kitakarja a kijelzőt, és a plexin, itt vannak már kinyomtatva a feliratok, ugyanaz,
mint a németen volt, az alapján csináltam, kiszerkezgettem a betűket, megkerestem, stb. Full ugyanúgy fog kinézni. Menet közben, amikor megyek a 124-essel, teljesen hozni fogja a taxi feelinget, hiszen pörög a taxióra, nem a mostani összegekre lesz beállítva, hanem a 90-es évekbeli tarifákra. Én nem vagyok egy drága csávó. 3-400 forint lesz az indulódíj, és ilyen 250-et fog kilométerenként felugrani. Nyilván semmi köze a kilométerhez, hiszen időre van beállítva. Mindent állíthatok rajta, még a kijelző fényességét is, és ha akarom, tik, és újra szabad. Ha már taxirendszám, meg kell említsem, hogy gyűjtöm én a rendszámokat is, bizonyos rendszámokat. Például mindegyiket megvan, hogy miért. Tehát nem az, hogy ki akarom plakátolni vele a falat, hanem a régi magyar, de nagyon régi, ez a 60-as évek végéről származik, és nekem van olyan berögződésem, hogy ez valószínűleg régi Trabanton volt. Fogalmam nincs, lehet, hogy egy Zastava, vagy Citroen, vagy akármi. Sok régi fotót láttam azokról a cuki Trabantokról, tudod, aminek még disztárcsás a kereke, és azokon mindegyiken ilyen CP, meg CU, szóval ilyen nagyon régi rendszámok voltak. Mondom, ez a 60-as évek végéről származik. Ahhoz képest, nézd meg, nincs rossz állapotban, ez az egyik fajta. Aztán van itt még New York, csak simán azért, mert ez a kedvenc városom. Ezek a fekete-sárgák, azt hiszem, hogy egy picit régebben voltak. Mostanában ezeket a fajtákat használják, aztán ha tévedek, akkor javíts ki nyugodtan. De az egyik legnagyobb büszkeségem az nem ez, hanem ez. Ugyanis a kiten lévő Night Rend számmal korban és kinézetben is teljesen megegyező, csak épp eredeti kaliforniai, kék alapon sárga karakteres rendszám, amit Elkontól, az usarendszám.hu atyától kaptam. Nézzetek fel az oldalra, baromi jó rendszámai vannak. Nagyon régóta láttam a fülét, hogy figyelj, ugyanolyan kék, mint ami a kiten van, léci, és képzeld el, hogy évek múltán tudott szerezni egyet, és még arra is figyelt, hogy 1982-es műszaki vizsga matrica van rajta, ugyanúgy, mint ahogy a filmbeli autók 82-esek voltak. De nézd meg a különbséget, ez az eredeti rendszám, ez pedig a Night rendszám. A betűk számok, tehát a karakterek, azok stimmelnek. A kék szín is nagyjából stimmel, az egyik kicsit kopottabb. És nem az, ami 30-40 évig autón volt, hanem a Night. Tehát azért annyira nem tökéletes a Night rendszám. Az eredetihez képest, nézd, a Night rendszámnak a kéke egy picit világosabb, és a sárgája is, a fölsőnek a sárgája olyan, nem is azt mondom, hogy élénkebb, hanem ez jobban citromos, az meg egy picit a narancsba haja. Ezeket a 70-es, 80-as években használták, aztán lecserélték őket, mert most már mutatom neked, hogy milyen kaliforniai rendszámokat. Pillanat, most már, hát nem most már 2019-es, 2019-ben járt le a vizsgája, de hát ezek az újfajta kaliforniai rendszámok. Látod, hogy közel nincs a kéksárgához. A magyarokhoz visszatérve, a Zsigulin is van egy ilyen úgynevezett sórendszám, ami természetesen utcai közlekedésre nem használok. Azt hiszem, talán Vaterán vettem. Teljesen le volt kopva, de elvittem a festékboltba és kikevertettem ezt a megsárgult fehér színt, mert ez nem fehér, nézd, az autó fehér. Ez a megsárgult színt kikevertettem, és szépen kisecsettel kifestettem a feketéjét. Egész gyárinak tűnik, ezt csak így néha buliból ráteszem. Persze az érzelmi kötődés itt is megvan. Azért pont IL-es a rendszám, amit vettem a Zsigulihoz, mert a szüleimnek annak idején, amikor én gyerek voltam, a világoskék babakék 1002-esének IN6363 volt a rendszáma. Az I betűs rendszámokból eleve kevés a felhozatal, ezeket 71-72-73 környékén használták, tehát I betűset nagyon ritkán találsz. Így amikor megláttam a hirdetést, amiben egy IL-es hirdetnek, na mondom, oké, ennél közelebb sosem fogok kerülni hozzá, és le is csaptam. Ha már Zsiguli, jöjjünk át ide a hátuljához, és a most következő azért is fontos elem a listán, mert tőletek kaptam ajándékba. Ezt a égő, olyan poros az ablak, hogy meg se tudom mutatni, bocsánat, mindjárt letakarítom. Persze, hogy a videóton 10-11-es hangfalakról van szó. Egyébként azt tényleg elmondhatná nekem valaki, hogy ezek annak idején hogy voltak rögzítve a kalaptartóra? Mert az első kanyarban ezek hupognak, burulnak, dőlnek jobbra-balra, csúszkálnak mindenfelé, vagy a madzak tartotta csak annyi. Ezen esetre nagyon szépen köszönöm, mert tényleg nagyon jó állapotú és szép darabokat kaptam ajándékba. Lehet, hogy venni sem tudtam volna ennyire jót, mint ez. És egy ilyen autónak valóban korabeli kelléke muszáj, hogy benne legyen. Az én gyermekkoromat, kisgyerekkoromat meghatározta a szirénás autók látványa. Akkor még a rendőrautók is zsigulik voltak, a mentők is nízák, amikről már korábban volt szó. A nagymamám harmadik emeleti panellakása egy elég forgalmas lámpás kereszteződés mellett volt, és én minden nyári szünetben ott könyököltem az ablakban, lestem, ahogy elmennek a szirénázó rendőrautók.
Niza mentőnek a formáját imádta. Természetesen sokszor mentek szirénázva piros zászlókkal a tetejükön, a kórház nem volt onnan messze, nagyon szerettem nézni őket. Valahogy mindig olyan tekintélyt parancsolóak voltak a forgó tükrös villogóval, hát még amikor bekapcsolták a piros zászló a Niza mentő tetején, ezért gondolhatod, hogy muszáj volt ilyen villogót beszereznem. Ez mindegyik, nekem van ilyenből több is, nagyon rossz állapotúak voltak. Ezt a 70-es, 80-as években a Wiltesz gyártotta, egy magyar gyár. Manapság, ami fennmaradt, azt horror pénzért mérik. Én nagyon olcsón tudtam venni néhányat, amit persze fel kellett újítani, ez mindegyiknek az alja újra van fényezve, a búrákat. Volt olyan, amin cserélni kellett, ezen speciál azt hiszem csak políroztam, ki van vakszolva, cseréltem benne izzót, most már csak 35 wattosokat lehet kapni, azt hiszem a régebbiek nagyok voltak, volt aminek nem ment a motorja. Ezekben a Wiltesekben egyébként gyakran Warburg ablaktörlő motor hajtotta magát a tükröt. Nézd meg, itt a végeredmény. És nem igazi a rendőrautó, hogyha természetesen nincs hozzá az óriási fehér és szürke sziréna. Na, ezeknek volt az a baromi nagy hangja, nem az, mint a Nizáé, ez már a moderne. Ha szeretnéd látni a folyamatot, ahogy az én fehér zsigulim ezeknek a cuccoknak és még számos más kiegészítőnek a segítségével átalakul 80-as évekbeli rendőrautóvá, vagy csak látni szeretnéd, hogyan csináltam ebből ezt, akkor jövő hét szombaton ugyanis talán...